Mi kedvesek a te hajlékaid seregeknek, ó Uram! Kiváltozik és sóvárog az én lelkem az Úr csarnokai után. Mert a madár házat talál magának, s a gerlice is fészket, hová fiait helyezze. Oltáraidnál seregek, uraim, királyom és én Istenem. Oltalmazó Isten, tekints rá, és nézz fölkented arcára, mert jó a te házadban egy mint ezer máshol. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim, az évközi idő 17. vasárnapján, itt a Gazdagréti Szent Angyalok templomban és otthonaitokban, akik az Apostol Televízió szolgálatával kapcsolódtok be a Szent Mise ünneplésébe. Az ige liturgia üzenete nyomán igyekszünk majd elhatározást tenni arra vonatkozóan, hogy bölcsességet kérjünk Istentől, vagyis képesek legyünk arra, hogy szabad akarati döntéseinkkel keressük és megvalósítsuk Isten szándékait, és így legyünk bölcsekké, akik az igazság útján járnak, a mennyek országát keresve, megtalálva és építve. Ezt a mostani szentmisét elhunyt Bernát János testvérünk lelki üdvért és özvegyéért, élő Rozália testvérünkért ajánlom fel. Azon a napon, melyen ők 68 esztendeje házasságot kötöttek. János testvérünk éppen a jubileumi 65. házassági évforduló előtt néhány héttel korábban tragikus hirtelenséggel hagyta el ezt a földi életet. De mint tudjuk, a szeretet nem szűnik meg sohasem, a házastársi hitvesi szeretet örökké megmarad a mennyek országában is, még akkor is, ha jogi értelemben a házasság csak ebben a földi életben létezik, de a szeretet, az összetartozás közössége mindörökre megmarad. Ennek reményével kezdjük meg a szentmisét, bűnbánatot tartva, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat érkeztem, gondolatban, cselekedettel és uratással. Én végtem, én végtem, én igen nagy végtem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok élettel, Urunk, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Krisztus kegyelmez,
halmaz. Uram, dicsőség a magasságban Istennek, és a földjénység, hajló a tagató emberekünknek, dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged. Istenünk, benned bízók oltalmazója, aki nélkül semmi sem szent, semmi sem állandó, áraszt ránk bőséges irgalmadot, hogy irányításoddal úgy használjuk a mulandó javakat, hogy szívünk már most a maradandókhoz ragaszkodjék. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a királyok első könyvéből. Gibeonban megjelent az Úr Salamonnak éjszaka álmában. Így szólt Isten: bármit kérsz, megadom neked. Salamon ezt mondta: Uram és Istenem, királlyá tetted szolgádat, atyám Dávid helyett. De hát fiatal ember vagyok, nem tudom, miként kell uralkodni. Szolgád a te kiválasztott néped élén áll, egy nagy nép élén, amelynek se szeri, se száma. Adj hát szolgádnak éber szívet, hogy meg tudja különböztetni a jót, meg a rosszat. Mert hisz, ki tudná másképp kormányozni ezt a te nagyszámú népedet. Tetszett az Úrnak, hogy Salamon ilyen kéréssel fordult hozzá. Ezért Isten ezt mondta neki: mivel épp ezzel a kéréssel fordultál hozzám, és nem hosszú életet vagy gazdagságot kértél magadnak, nem is ellenséged életét kérted, hanem bölcsességért könyörögtél, hogy igazságot szolgáltathass, íme megadom neked, amit kértél. Oly bölcs és értő szívet adok neked, amilyen nem volt előtted, s nem lesz utánad sem. Ez az Isten igéje. Isten
segített engem. Istenben nézik a szívem, ő megsegített engem. Az Úrhoz kiáltottam, én Istenem, ne maradj néma, ne légy messze tőlem, ő megsegített engem. Kivirágzik újra az életem, és jó kedvel hálát adok néki, ő megsegített engem. Istenben bízik a szívem, ő megsegített engem. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis előre ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra. Így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat igazzá tette, akiket pedig igazzá tett, azokat meg is dicsőítette. Ez az Isten igéje. Az Istennek, ami segítőnknek. Újjongjatok Izrael urának. Hozzátok elő a kedves lantot a citerával együtt. Halleluja! Az Úr legyen veletek, és a telkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben ezt mondta Jézus a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra, azután boldogan elment, eladta mindenét, amilyet csak volt, és megvette azt a szántóföldet. A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igaz gyöngyöt keresett. Talált egy nagyon értékeset. Erre elment, eladta mindenét, amilyet csak volt, és megvásárolta azt. Végül a mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják, a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik. Ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta. Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint egy családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő.
Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban az evangéliumi példabeszédek most a nyári hetekben elénk állítják a mennyek országának titkát és valóságát, idegen szóval azt a misztériumot, amely rejtve van az emberek elől, akik csak e világi módon gondolkodnak, hogy Jézus mondja hálaadó imájában, az Úr a titkait, a mennyei Atya a titkait elrejtette a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztatta a kicsinyeknek. A mennyek országának valóságát a kicsinyek tudják felfogni, akik igyekeznek keresni Isten akaratát, arra rá akarnak hangolódni, és szeretnék az életüket szeretett közösségben megélni Istennel és a másik emberrel. Az a szabad akarati képesség, amellyel az Úristen megajándékozott, és a lehetőség, hogy földi életünkben mi döntéseket hozhatunk, ez arra késztet bennünket, hogy igyekezzünk jól dönteni, helyesen gondolkodni, a jót választani, és ennek megfelelően felépíteni a földi értékrendünket. A mennyek országáról szóló példabeszédeknek korábbi jellemzői, vagyis a korábbiaknak a jellemzői, amikor a mustármagról vagy a kovászról hallottunk, amelyek szinte észrevétlen dolgok, amelyek elvegyülnek a földben, a pici mustármag, amely igazán egy alig látható kis magocska, amelyből aztán nagy látható fa terebélyesedik, és aztán a tésztában meg kell az a kovász, és megdagasztja aztán a tésztát. Ez a mennyek országának rejtettségét közli velünk, hogy ez nem jön el szembetűnő módon, ezt észre kell vennie az embernek, de ha észrevette, akkor odaadja érte minden értékét és mindenét, hogy megszerezze ezt az értéket, és erről szól a mai két példabeszéd, a földbe rejtett kincs, meg a drága gyöngy, és így a figyelem immár nem a mennyek országának a jellemzőire irányul, hanem a szabad döntésre, hogy az ember, ha észrevette a mennyek országát, akkor azt választhatja. És erre mindenki képes, erre mindenkinek van lehetősége. És ez a harmadik példa, amit ma hallottunk, a háló példája erre mutat. Isten egyetemes szeretetére és egyetemes üdvözítő akaratára, mert a világban kivetik a hálót. Mindenkinek van lehetősége egybe gyűlni az üdvözültek közösségébe. Az Úristen ezt akarja, ezt lehetővé teszi, és ahogyan akár Jézus apostolai, akik közül többen halászok voltak, de mindenki ott a Genezáreti tó partján, vagy a tenger partján megértették azt, hogy mit jelent a hasonlat, mit jelent a halászatban bevinni a tó közepére a hálót, és aztán kivontatni azt, amely megtelt különböző dolgokkal. Itt halakról van szó a mostani fordítás szerint, amit hallottunk, de valójában az eredeti szöveg úgy mindenféle tengeri vagy tavi lényre gondol. Tehát így ez a világ sokfélessége és az emberek sokszínűsége, ez benne van a hasonlatban, és azt mind kivontatják a partra. De aztán, hogy melyik az értékes, melyik a hitvány,
azt majd kiválogatják. Ennek megvannak a szempontjai, ahogyan az Úr Jézus mondja, hogy majd a világ végén jönnek az angyalok, és elválasztják a gonoszokat az igazaktól, vagyis kiválogatják és tűzre vetik a hitványát. Ez nem egy önkényes válogatás, ez azon múlik, hogy ki mit hozott elő az életében, mit tartott fontosnak, milyen tetteket hozott, hogy más helyütt beszél Jézus arról, hogy akik jót tettek, feltámadnak és üdvözülnek, akik gonoszak voltak, feltámadnak ugyan, de elkárhoznak majd. És így van, lehetőségünk arra, hogy a jót válasszuk. Az jutott eszembe Salamon példáját hallgatva, mintha egy ellenpontozása lenne a bűnbeesés történetének, a jó és rossz tudás fájának, amely arról szól a Teremtés könyvében, hogy az Édenkertben az Úristen elhelyezte a jó és gonosz tudás fáját, és tilalom alá is tette, hogy arról az ember ne szakítson gyümölcsöt, ami annyit jelent, hogy a jó és a rossz meghatározása az nem az emberen múlik. Nem mi határozzuk meg önkényesen azt, hogy ebben a világban, vagy a személyes életünkben és az erkölcsi törvényekben mi a jó, vagy mi a rossz. Ezt az Úristen adja elénk, aki már a szándékait a teremtett világ törvényeibe is beleágyazta. Nem beszélve a kinyilatkoztatott törvényéről, amellyel elmondta nekünk az ő akaratát. És még az első emberpár hallgat a kísértő szóra, addig Salamon bölcsességet kér álmában, amikor az Úr megjelenik neki. Azt kéri, hogy meg tudja különböztetni Isten szándéka szerint a jót és a rosszat. És éppen ezért, mivel bölcsességet kért a megkülönböztetés ajándékát, ezért minden mást is megkap emellé, a hírnevet, a gazdagságot, vagy a hosszú életet, hiszen nem ezeket kérte, hanem a jó döntés lehetőségét felelősségteli szolgálatában. Hiszen különleges módon választotta ki Salamont az Úr, Dávid utódjául, pedig Dávidnak voltak más gyermekei is, és ez ráadásul, ez a helyzet egy bűnös kapcsolattal kezdődött, amikor Dávid megkívánta udvari emberének és katonájának, Uriásnak a feleségét, Betsabét, és azt elcsábította a bűnös kapcsolatban. A gyermek, aki született, meghalt, beteg lett. De aztán jött a vigasztalásnak a gyermeke Salamon, és ő örökölte a királyságot. Ő kapta a lehetőséget arra, hogy aztán az Úrnak házat építsen, amit atya Dávid nem tehetett meg. Salamon földi országot épített, mi pedig a mennyek országát építjük, és törekedjünk arra, hogy mi is jól tudjunk választani. Törekedjünk a bölcsesség ajándékát elnyerni, ehhez pedig alázatra van szükség. Vagyis, hogyan tudjuk mi megtalálni a földbe rejtett kincset? Hogyan találunk rá az igaz gyöngyre, amely hatalmas értéket jelent az ember számára, vagyis a mennyek országára? Hogyha nap mint nap keressük Isten szándékait, és ahhoz, hogy igyekszünk igazodni, és így mi majd abban a bizonyos hálóban, vagy már most abban a hálóban, amelyben jelen lehetünk, hiszen ez a háló valójában az egyházat jelenti, és a mi egyházi közösségünkben is sokféle ember van, és sokan ebben a közösségben is el tudják szalasztani
a mennyek országa felfedezését vagy birtokba vételét, rajtunk múlik, hogy akarunk-e jól dönteni. Hát ma azért imádkozzunk, főleg itt a Szent Angyalok közösségében és hajlékában, hogy majd, amikor eljön az idők teljessége, és az angyalok elválasztják a gonoszokat az igazaktól, mi az igazak közé számítassunk, és elnyerjük a mennyek országának kiteljesedését, a teljes és örök boldogságot. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű és minden által. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett, Poncius Pilátus alatt, értünk keresztet eszítették, kín halált szenvedett és eltemették, harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és mortalokat, és országának nem lesz vége. A Szentlélekben, Urunkban és éltetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostolian összeegyházban. Valom az egy keresztségre, a bűnök bocsánatára, várom a boldog feltámadását, és az eljövendő örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim mennyei Atyánkhoz, és Salamon király példája szerint kérjük tőle igaz bölcsességet. Adj, Urunk, bölcsességet Szentatyánknak, püspökeinknek és papjainknak, hogy a helyes úton vezessék népedet az örök hazafelé. Adj, Urunk, bölcsességet a világ vezetőinek, hogy kölcsönös egyetértésben szolgálják népeiket és az egész emberiség javát. Adj, Urunk, bölcsességet mindnyájunknak, hogy az örök javak megszerzéséért minden áldozatra készek legyünk. Adj, Urunk, bölcsességet a szülőknek, hogy gyermekeiket az örök értékek megbecsülésére neveljék. Adj, Urunk, bölcsességet a betegeknek, hogy szenvedéseikkel felismerjék az érdemszerzés és az engesztelés lehetőségét. Adj, Urunk, bölcsességet Rozália testvérünknek, hogy hitvesi szeretetében az örök életbe távozott János testvérünkkel imádságban egyesülve továbbra is szolgáló szeretettel járjon a te utadon. Adj, Urunk, bölcsességet a ma névnapjukat ünneplő Judit testvéreinknek, hogy mindig elfogadják a te segítő és megszentelő kegyelmedet. Jóságos Istenünk, add meg híveidnek a bölcsesség és az erősség lelkét, hogy az igazi javakat ne csak felismerjék,
hanem akár áldozatok árán is, azok megszerzésére törekedjenek Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el ezt a Urunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyeket bőkezűen adott ajándékaidból hozzunk eléd. Add, hogy ezek a szent misztériumok kegyelmed erejével szenteljék meg földi életünket, és vezessenek el az örök boldogságra Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkedet. Emeljük föl szívünket. Ölelünk az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és valóban méltó és igazságos, hogy hálát adjunk, és a dicsőség és a dicséret himnuszát énekeljük néked, Urunk, végtelen jóságú Atyánk. Te szent fiad evangéliuma által fiaidat az egyház közösségébe gyűjtötted, minden népből és nyelvből. Szent lelked erejéből élez az egyház, és egységben kapcsol össze minden embert. A te szeretetedről tesz tanúságot, s mindenki előtt megnyitja a reménység ajtaját. Így hűséged jelévé lesz az egyház, s ígéreted záloga, melyet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban minden időkre adtál. És ezért minden mennyei erővel együtt, itt a földön szüntelenül ünneplünk téged, s az egész egyházzal egységben zengjük. Szent vagy és dicséretre méltó, ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egybegyűjt minket. Magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyánk, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére.
Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk tehát, szent atyánk, Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, melyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked, és add, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, akik fiat testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Újíts meg, Urunk, egyházadat az evangélium világosságában, erősítsd meg az egység kötelékét a hívek és a papság között, egységben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és segédpüspökeivel és az egész püspöki renddel, hogy néped ebben a széthúzástól megtépázott világban az egység és az egyetértés prófétai jeleként ragyogjon. Emlékezzél meg, Urunk, János testvérünkről, akit 3 esztendeje magadhoz szólítottál ebből a világból. Emlékezzél meg a templomunkban nyugvó hívekről, mindazokról, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akiknek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsásd be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal és a vértanukkal, szent angyalaiddal és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal: mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miként ránk mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban,
hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét őrizd meg, szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Béke vele. Béke vele. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus lelke, szentelj meg engem. Krisztus teste, üdvözíts engem. Krisztus vére, ihles meg engem. Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem. Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem. Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem. Szent sebeidbe rejts el engem. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. A gonosz ellenségtől oltalmazz engem. Halálom óráján hív magadhoz engem. Add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön, örökké. Ámen. Ösvényein vezetett engem, az ő
Most pedig testvéreim, gondoljunk azokra a testvéreinkre, akik otthonaikban kapcsolódnak be a Szent Mise ünneplésébe. A lelki áldozás imájával kérjük, hogy töltse be szívük vágyát, várakozását az Úr Jézus kegyelmi látogatása. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen, tiéd akarok lenni, életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, magunkhoz vettük ezt a mennyei szentséget, Szent Fiad szenvedésének örök emlékét. Hadd kérünk, hogy üdvösségünkre váljék az az ajándék, amelyet kimondhatatlan nagy szeretetében ő maga adott nekünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, nagy szeretettel hirdetem, hogy ezen a héten lesz az augusztusi első péntek, az Úr Jézus Szent Szíve tiszteletének a havi emléknapja, a Szent Jónás szentáldozása, a nagy kilenced végzése folytatódhat azoknak, akik ezt kérik. Már 7:30-tól lesz gyóntatás, Attila atya érkezik, hátul a szokott helyen a gyóntatószékben. Jótevőink felajánlására, kertészeink összefogásában megkezdődött a haranglábunknak a felújítása, amely jó pár hétig el fog tartani. Amikor ide kerültem 13 évvel ezelőtt, akkor állítattuk a haranglábat, de azóta nem történt karbantartás, és most már veszélyes módon is bizonyos összekötő elemek már elkorhadtak, és szükséges ez a felújítás, de ennek következtében előreláthatóan egy-két hónapig most nem tudunk harangozni, úgyhogy ezért ez a magyarázat annak, hogyha majd a hétvégén elcsöndesednek a harangok, de reméljük, hogy majd mielőbb újra megszólalhatnak. Köszönjük ezt a segítséget, összefogást. A Szent Gábriel Irodalmi Klub a mai napon délután 3 órakor folytatja a tavaly megkezdett kulturális barangolást a Balaton körül. Ez a virtuális barangolás a plébániai közösségi házban történik majd az érdeklődők számára. Most ragadom meg az alkalmat arra, hogy az Irodalmi Klub vezetőjét, Márta testvérünket köszöntsem a tegnapi névnapja alkalmából. Köszönöm a szolgálatát, fáradozásait, a hosszú évek óta már aktívan folytatott szolgálatot ebben a tekintetben és egyéb más módon is. Isten éltesse sokáig. És egyúttal, ha most már a névnaposokra is kitérünk, a Judit testvéreinket is köszöntjük, ahogy a könyörgésekbe már belefoglaltuk az imádságos kérést. Isten éltesse azokat is, akiknek ma névnapjuk van. A krisztinavárosi búcsú Havas Boldogasszony napján lesz ez a templomnak a titulusa. Este 4:45-kor lesz az Esperes kerületi közös búcsúi szentmise, amelyre József plébános atya nagy szeretettel várja az érdeklődőket. Augusztus 1-jével kaptam meg
a hivatalos plébánosi kinevezésemet 2010-ben, így tehát most a 13. évforduló közeledik, melynek kapcsán a jövő vasárnap az hálát adok a Szentmiségben az itteni 13+1 év eddigi szolgálatáért, hiszen László atya halálát követően 2009-ben, mint plébániai kormányzó kerülhettem ide. Az évben még december 6-án Erdő Péter bíboros úr plébániai rangra emelte az egyházközségünket, és így már 2010-ben plébánosként kerültem ide. Köszönöm az együtt eddig is elvégzett szolgálatot, és kérem Isten áldását továbbra is hívő népünkre, média apostolainkra és közös szolgálatunkra, mennyek országát keresve, hiszen ez a mi célunk. Farkasréti utódom is 13 évet szolgált, azt követően, hogy átvette tőlem az ottani plébániát, de most elérkezett a nyugdíj életkora, nyugdíjas életkora. A bíboros úr ezt elfogadta, és nyugdíjba helyezte Verőcei Gábor atyát, akinek az elköszönő, búcsúzó szentmiséje ma este 6 órakor lesz a Farkasréti Minden Szentek plébánia templomban. Utóda pedig már átvette a plébániát a héten, Tóth Kálmán atya, aki 2 évtized át volt a 8. kerületben a Szent Rita plébániának a plébánosa. A Jóisten áldja meg szolgálatukat, Gábor atyának a papi szolgálatát és a szomszédos 13 éves szolgálatát és a buzgó egyházi bírói tevékenységét. A hirdetések végére hagytam a anyagi kérdéseknek a tálalását, bemutatását. Ez a július hónap igen sok anyagi terhet rót ránk a plébánia kasszájára és közösségére. Ebben a hónapban voltak kötelezettségeink a főegyház megye felé is, a katasztrófavédelem felé is, 3 közösségi plébániai tábort is támogatott az egyházközség, és azt tapasztalom most már hosszú ideje, hogy a villanyszámla sem akar havonta 600 000 forintnál lejjebb menni, így a nyári hónapban is csodálkozom ezen egyébként, amikor termeljük a napelemekkel a villanyt, hogy még mindig ilyen magas az összeg. Úgyhogy szükség van az összefogásra, hogy a működésünket tudjuk folytatni. Egy alkalommal az egyik reggel, ez most valóság is, meg egy hasonlat is, itt a sípos orgona alatt találtam egy pici kis egeret, már elpusztult szegény, hát még nem nőtt nagyra, és ezt a kis rövid életét is befejezte. Hát eszembe jutott, hogy ez a templom egere, hát már búcsút vettünk tőle, de valahogy így vagyunk most a valóságban is, hogy már a templom egere is elpusztul lassan. De kérem az összefogást, kérem a támogatást abban, hogy fent tudjuk tartani magunkat, azokat a szükséges és kötelező kiadásokat, amelyek az itteni életet biztosítják, és a fennmaradásunkat biztosítják. A Jóisten fizesse meg a jó akaratú támogatást. A Jóisten áldását kérem mindnyájatok életére, a további nyári hetekre, amelyek még előttünk állnak, a közösségünk építésére, és ez az áldás erősítse meg minket abban, hogy bölcsek legyünk, és mindig a mennyek országát választhassuk, mely itt van köztünk, és kiteljesedik majd az örök életben. Jelenlévő testvéreimre, az Apostol Televízió és a Hegyvidék TV kedves nézőire egyaránt kérem a Jóisten áldását.
Az Úr legyen veletek! A mindenható Isten tartson távol tőletek minden viszontagságot, és árassza rátok kegyelmének minden ajándékát. Tegye figyelmessé szíveteket szent igéje iránt, hogy elteljetek az örökké valóság örömével. Szívlejétek meg, ami helyes és jó, járjatok mindig Isten parancsainak útján, és jussatok el a szentek társaságában, a mennyei örökségbe. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, és maradjon veletek mindenkor. A szent mise véget ért, menjetek békével. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalma, esedezhetődj, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei sereget vezél, a sátán és a többi gonosz szellem, akik a lelkek vesztére körüljelnek a világban, Isten nevejével, az is vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, reményed és bízom benned. Szűz Mária, kegyelmek anyja, magyarok szent őrangyala, szent Pió és szent Sárbel atya, mindjárt szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörülj.